Sziasztok, Cserta Szandra vagyok, és most itt vagyok újra egy év után Smarta konyhájában. Szia, Smarta! Szia, Szandra, örülök, hogy itt vagy! Újra bekéreckedtem, és nagyon sokan kérdeztétek, hogy mennyi ideig tart ez az otthon szervezés, tartós-e, és most pont emiatt eljöttem hozzád, Smarta, hogy megmutassuk nektek, hogy egy év után milyen a kihúzható tároló szekrénye Smartának, és volt pár olyan terület, amire nem helyeztünk igazából fókuszt, úgyhogy azokat pedig befejezzük különböző tárolókkal. Milyen volt az elmúlt egy év tárolás tekintetében a konyhádban, Smarta? De alapvetően voltak olyan területek, amiért tök hálás vagyok, mert megtartottam a rendet, kevesebb a fölösleges vásárlás, a duplikáció, nincs az, hogy itt is találok kuszkusz, ott is találok kuszkusz, mert tavaly ez volt a, igen, az volt a fókusz, hogy mindenhol van kuszkusz került elő. Az egységessé, tehát átláthatóbb lett tényleg ez a kihúzható szekrény. Hát itt ez a sarki tároló, ez akkor úgy tűnt, hogy rendezett, de mondjuk így kb. 2 hét alatt ott megszűnt a rend, tehát ott káosz van, de azért vannak helyek, ahol megtartottam, és nagyon-nagyon sokat könnyítette a helyzetem. Na, akkor nézzük meg ezeket a helyeket. Oké. Ugye az előző évben, amikor itt voltam, kifejezetten Smartánál erre a szekrényre fókuszáltunk, hogy itt legyen rend és egységesség. Mi a tapasztalatod, Smarta, az elmúlt egy évből? Nekem nagyon tetszenek ezek az egységes tárolók, tehát hogy ugyanaz a fajta, a különböző méret, és tényleg olyan megnyugtatóan hat, hogy nem összevisszaság van, és méretezésre is jobban kiszámítható. Úgyhogy nagyon sok komment jött egyébként a videóm alá az ügyben, hogy hú, hát kell ilyen szakember is, és azt kell mondjam, hogy annyira evidensnek tűnik, de mondjuk nekem sem jutott eszembe, hogy mondjuk egy egységes tárolórendszer mennyit tud dobni egy belső szekrénynek a kialakításán, úgyhogy kell. ami még tapasztalat, hogy így ezek a feliratozások azért nekem elmaradtak. Ebből volt is egy kis káosz, mert azt hittem, hogy az egyik üvegben gríz van, a másikban zsemle morzsa, és kiderült, hogy mind a kettőben zsemle morzsa volt, úgyhogy az aznap esti tejbe gríz. Tehát hasznos a feliratozás is, de ez annyira nekem nem megy. De több tárolóedényt beszereztem már azóta, tehát folyamatosan bővül ez a tárolóedény készlet, és kevesebb a lejárt szavidejű áru, kevesebb a duplikáció, kevesebb fölösleges vásárlás van, mert csak 2 doboz kuszkuszom van, nincsen 6 doboz, úgyhogy ilyen szempontból nagyon sokat segített. Ennek nagyon örülök, és ugye már különböző videómban láthattátok, hogy mindig egy különböző fajta címkézési módszert mutatok be. Természetesen ugye Smartánál láthattátok tavaly, hogy Celluxszal és alkoholos félszel dolgoztunk. Van ugye a címkézőgép megoldás, ami ugye azoknak jó, akik nagyon rondán írnak. De természetesen van például ugye ilyen folyékony krétamarker, amiben hogyha nagyon szépen írsz, akkor rá is lehet rakni, és utána le is lehet törölni. Szóval teljesen különböző módszerek vannak, de hogyha tényleg mindig ugyanaz a fajta tészta van benne, vagy rizs, akkor akár ezeket ott is lehet hagyni. Az is nagyon sokszor ugye előfordul, hogy amikor tárolókat szereztek be, akkor kiszámoljátok, hogy mennyi tároló kell abból a bizonyos méretből, és aztán meglepődtök, hogy úristen 15, 20, 25 darab nagy vagy középső méret kell. És nagyon fontos, ugye Smarta is mondta, hogy utólag is szerzett be darabokat. És nagyon sokszor csinálnak ugye a nagy áruházak olyan akciókat, hogy behoznak egy-egy terméket egy időszakra, és utána azt nem lehet kapni. Szóval, hogyha élelmiszertárolókban vásároltok és abból választotok, akkor érdemes mindenképpen olyan áruháznak a termékeit vásárolni, aminél tudjátok, hogy fél év múlva is megtalálható lesz ugyanez a fajta. Mert ha nem, akkor az egységesség az borul, vagy lehet egy teljesen új garnitúrát venni, az nem mehet a kukába, ami meg megint pénzkidobás. Igen, úgyhogy erre is nagyon figyeljetek, hogyha élelmiszertárolókat szereztek be. Itt is vagyok az első viharsaroknál, Melinda. Igen, ugyanis volt egy videóm, ami alá Szandra oly kedvesen alá kommentelt, amikor kinyílt ez a szekrény, és meglátta, hogy mi van benne, hogy jó. Úgyhogy gyorsan el is szégyeltem magam, a bögréknek egy részét gyorsan kiselejteztem, ment elajándékozásra, viszont még mindig van itt egy kis probléma, mert nincsen eléggé kihasználva a hely, és egy kis káosz azért még van a szekrényben. Igen, azt azért, hát ugye, ha ismeritek Melindát, akkor tudjátok, hogy rengeteget főz. Hiába van egy csodaszép új konyhája, nem feltétlenül van elég hely arra, hogy minden
meglegyen, és ezért ilyen alkalmakkor kiváló a belső polc, úgyhogy ez egy kétrészes belső polc, és a nagyobb megy alulra, és a kisebb megy majd fölülre, és mindjárt megmutatjuk az eredményt is. Mint láthatjátok, nagyon hamar végeztünk, és igazából csak beraktunk két belső polcot, találtunk pár érdekes, nem használatos dolgot is a polcban, azokat kiraktuk, de láthatjátok, hogy legelő vannak azok a bögrék, amiket Melidáik minden nap használnak, hátul vannak azok a bögrék, amiket szeretnek, de nem minden nap használnak, és igazából tényleg láthatjátok azt is, hogy a különböző méretű kávés bögrék, ugye itt van Melidáiknak rögtön a kávégépe a szekrény alatt. De akkor fejünk. Fején, és láthatjátok, hogy nincsenek egymáson, szépen, rendezetten el vannak, és a tányérok is külön helyet kaptak. Fönt pedig ugyan ezeket ritkábban használják, azt mondtad ugye Melinda, hogy ritkábban használjátok, de mégis sokkal átláthatóbb és sokkal hozzáférhetőbb lett az, hogy külön vannak a különböző méretek, és itt pedig még hely is lett. Majd úgyis vettem most 4 új poharat, legalább lesz. Egyébként is gondolkoztam, hogy hova fogom azokat tenni. Nem lesz sokáig az ott üres, ne aggódj. De hogy alapvetően nem feltétlenül szükséges minden lyukat teletörni, amikor ott hozzárezünk, de természetesen, ha vannak új dolgok a konyhátokban, akkor meg örültök ugye a szabad helyeknek is. Szilsz Márta! Ez itt mi? A káosz maga, egy rendet csináltunk 2 hét alatt, annyi lett, és hát az van, amit láttok ti is. Nem, itt képtelen vagyok rendet tartani, itt mindig ez, tehát itt ez a puffer készletek mennek, nasik jönnek, nasik mennek, nem tudok rendet tartani, az az igazság. De te hoztál nekem megoldást. Igen, tehát úgy alapvetően ugye amikor tavaly voltam, akkor ezekből a tárolókba próbáltuk berakni, mert akkor még nem volt erre egy jó megoldás, és most hoztam egy ilyen háromszög tárolót, vagy ilyen egynegyedes tárolót, ami kifejezetten ezekre a fajta kis sarokszekrényekre lett kifejlesztve, és egyrészt magasabb, másrészt meg sokkal jobban illeszkedik, úgyhogy megpróbáljuk most ezzel rendszerezni. És remélem, hogy ebbe fogom is tudni tartani. Meg a kisfiam is, hogyha turkál, akkor nem potyog minden színeszét. Mondja, most nagyon sok minden alá is van potyogva. Igen, tehát ugye lyukas, meg nem is láttam, hogy vannak morzsák, kitartjátok a pékárukat is. Akarnátok tárolni a pékárukat. Úgyhogy meg ez igazából azért is jó, mert maximalizálni tudjátok, hogy mennyi édesség legyen mondjuk a kisfiadnak, vagy mennyi különböző dolog legyen, tehát itt egy kategóriába fog belemenni. Akkor kezdhetjük. Neki? Igen, okay. Pakoljunk ki belőle. Ami nagy különbség az az, hogy meg tudjuk forgatni akadozás nélkül a kis sarok konyhaszekrényt, és ugye beraktuk ezeket a saroktárolókat, ami azért is jó, mert egyrészt a rácson keresztül nem fognak leesni a dolgok, és magasabb lesz ugye a pereme, tehát több dolgot bele tudunk rakni, és természetesen láthatjátok, hogy most eléggé maxon vannak Smartáék desszertügyileg és nasiügyileg, úgyhogy nem sokára jön a karácsony, szóval most egyelőre fogyasszátok le a nasi szekciót, hogy újra jöhessen a Mikulás. Értettem, hogy tavaly Mikulás csomagot jól lenni, hogyha most már elfogyasztanánk. Igen. Értettük. Van ugye a tea szekció, van a kávé szekció, itt van, hogy ezt azt mondtad, hogy minden nap kiveszed, igen, hogy ezen vágsz. Tehát, hogy kellett ugye a hely, és alul pedig a fiúk majd tudják, mert te természetesen sosem nasizol. A fiúk... Én nasizok a legtöbbet. Akkor Smartáik tudják, egész családügyileg, hogy melyik ugye a kekszes szekció, és melyik a csokis szekció.
És még a PKR-ónak is lett helye. Igen, igen. Visszatöltöttük a kis tárolóját. Úgyhogy az a cél, hogy tartsd meg. Igyekszem, majd referálok róla, hogy ezekkel a tárolókkal hogy sikerült megtartani a rendet. Úgyhogy rendben. Úgyhogy köszi, hogy segítettél ismét rendet rakni, úgyhogy ha nektek is kell segítség, akkor hívjátok. Elkészültünk. Mit gondolsz már a forgatható szekrényedről? Hát én nagyon remélem, hogy sokkal fenntarthatóbb lesz a rend, és a kisfiam is könnyebben meg fogja találni, hogy melyik az ő kosara, melyik nem az ő kosara. Meg tényleg, tehát ebben a sarokszekrényben az volt a nehéz, hogy az csak úgy mennek be a dolgok, hogy nem átlátható, megfelelő tároló eszközt eddig nem találtam, ugye a szögletesek nem passzolnak, tehát mellé lehet pakolni, itt most már nem lehet mellé pakolni, de tényleg mindennek a megfelelő helyre kell bekerülni. Úgyhogy én remélem, hogy itt is akkor rendet fogok tudni tartani, mint a kihúzható kamra szekrényemben. És egy év múlva, hogyha jössz akkor itt is rend lesz, és nem. Most már azért úgy gondolom, hogy gyakrabban is tudok jönni. Tehát berakhatnánk fél évente egy közös videót, hát ha. Bár nem mindig a konyha rendszerezéssel kapcsolatban. Reméljük. Nem megyünk a fürdőszobába. Megyünk tovább a ház különböző területeire. De én is... De remélem, igen, hogy akkor a garázsba is velem tartasz, mert az tényleg káosz. Jó, akkor legközelebb garázs. Így van. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok ma, és Smart a csatornájára is csináltunk egy közös videót, ahova én hoztam az ötleteket, és a videó témája a hedonista reggeli. Úgyhogy nézzétek meg, hogy mi mit eszünk hétvégente általában. Igen, hogy a minimalizmus és a hedonizmus hogy fér össze? Mindenképpen. És hogyha még újak voltatok a csatornánkon, még nem ismertétek volna Smartát, vagy pedig most jöttetek volna Smartától hozzám, akkor pedig itt feliratkozhatok, hogy megkezdjétek az utazást egy rendezettebb otthon és egy boldogabb élet felé. Sziasztok! Sziasztok!